Nyert a vadmacskák a hétvégén. A női amatőr NB1 zöld csoportjában szereplő Gárda a Nyíregyházi kosársulit fogadta a Cserháti csarnokban. A mérkőzés már az első két negyedben kiélezetnek bizonyult, de a kanizsai együttes biztosan hozta a vezetést. A meccs hátra lévő részében a nyíregyháziaknak is sikerült előre törniük, de fordítani már nem tudtak, így az eredmény 71-64 lett. Az együttes legközelebb március 7-én játszik a TFS ellen.